Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek. Nézzünk csak bele, mit üzennek nektek, mert ez a kirakás csak spontán, csak neked szól. Nézzünk csak bele. Mit üzennek neked? Itt az új kezdet, szóval a szíferceggel. Hát a szíferceggel vagy ilyen kitartással ebben a lélektárs kapcsolatban, ez a határozatlanság, hogy egy lépés előre, egy lépés hátra, hogy ez leáll, úgy gondolom, úgy gondolom tényleg, hogy ez a... Úgy gondolom ez tényleg, hogy egy... Hogy egy... Ö, hogy fejezem ki magamat, hogy ez karmikus közöttetek, úgy gondolom és azt is gondolom, hogy ezen dolgoznotok kell mind a kettőtöknek, és ez még el fog tartani, amire ezt a stabilitásba belehozzátok. Én úgy látom, itt a spiritualitás játszik egy szerepet, de még vannak itt vesztességérzések, szóval erről beszélnitek kell, mert itt ez a nagyon nagy vonzó energia közöttetek, és én itt látom tényleg a sikert, az érzéseket és ezeket a, hát minek is tudnám ezt mondani, ezeket a diplomatikus lenyomott érzéseket, ebből lesz egy komoly kapcsolat. Itt az új kezdet, úgy gondolom, úgy gondolom, hogy játszik itten tényleg egy szerepet, hogy valamit át kell te is, hogy szervezzél az életedben. Itt van a megérkezés, az önszeretet és a szerencse. Te neked. Na most rakjuk csak ki a kártyákat, hogy mit is akarnak a kártyák te tőled. Na most ezt, hogy mit akarnak neked az utadra adni. Most megnézzük, elhoztam nektek ezt a nagy skát kártyákat. Hát remélem, hogy belefér az egészbe. Mert ez nyolc lapot kell, hogy kirakjunk, majd egy kicsit így akkor sűrítsük, jó? Jó, lesz így sűrítsük. Ha nézitek, itt vagytok közösen. Hát ez már pozitívum. Szerintem ez már nagyon is pozitívum. Úgy látom ezt az egészet. Na nézzünk bele. Hát elég pozitív ez az egész. Aha. Na nézzünk bele. Na nézzük. Egy belekukkantunk, hogy mit is üzennek ezek a kártyák. Mit is üzennek ezek a kártyák. Szóval. Hát. Na, nyolc kártya. Szóval azt üzenik, hogy itt már közösen itt vagytok, intuitív tudjátok, kötődtök egymáshoz, itt a siker kívülről, hát a vonzó energia, ez a lélektes kapcsolat, de még a határozatlanság is itt van közöttetek. Szóval akárhogy, meg akár mint elég határozatlannak látom ezt, a, ezt a spontán kirakást, ami most neked szól. Hogy most nem tudom, hogy melyik őtök a határozatlan. Hát ez már régebben megy, de bejön itt ez a stabilitás, úgy gondolom, és szóval szerintem arról van tényleg a szó, arról van a szó, hogy a lenyomott érzések spirituális módon fel tudnak oldódni, hogy ebből legyen egy komoly kapcsolat, egy új lendülettel, úgy gondolom. És ez is karmikus, úgy gondolom azt is, és még azt is látom, hogy kommunikálni fogtok ti erről mind a ketten, de én azt is látom itten, valójában azt is látom, hogy játszik egy szerepet, az, hogy valamit át kell, hogy szervezetek most, vagy az önszereteten kell, hogy dolgozatok, nagyon szívesen segítek nektek, a ö, kísérlek benneteket, nagyon szívesen tényleg, ö, a kócsinggal jelenkezzetek be, szívesen elmondom, hogy mi tartozik minden hozzá. Én úgy látom, itt van tényleg a megérkezés, és akármilyen diplomatikusak vagytok, vagy akár, hogy lenyomtátok ezt eddig, itt a szerencse, az érzése, tartsatok még ki, azt üzenik a kártyát, tartsatok még egy kis ideig ki, és én úgy látom, ezen kell dolgozni ezt a szomorúságot feloldani, mert itt a szerencse, itt a szerencse, vállaljatok felelősséget, akármilyen nehéznek is, de lesznek ilyen hirtelen változások. A visszavonulás után úgy látom tényleg, hogy itt a szerencse, szóval ezen ne legyetek tényleg kiakadva, mert itt a szerencse, én ezt nagyon pozitívnak látom. Ez nagyon tényleg spontán ez a kirakás, és majd meglátod, hogy lesznek tényleg változások. Nálad itt a siker, itt a vonzó de még egy kicsit blokkolva, ő nála fél, hogy elveszít, itt van az önszeretet, dolgozik rajta, itt a komoly kapcsolat, a szerencse és a visszafolytott érzések, vagy a lenyomott érzések, vagy a visszahúzódás. Mondjuk a visszahúzódás. Hát mit nézd, de van valami titka ennek a te drágaságodnak? De valójában a felelet az igen. Szóval, hogy mindent ő el fog neked mondani. Lehet, hogy az a titka, hogy nagy érzései vannak irántad, és azt még nem vállalta be. És akkor ez az a spontán kirakás, amit te, neked szól. Lehet, hogy érzed az új holdát. Az új hold, tudjátok, hogy az lesz napfogyatkozás. Napfogyatkozás meg portálnap. Hát ez nagyon-nagyon erős lesz, és ez tényleg egy új irányba megy, mert utána szóval lesz a, a retrográdos Merkur, szóval, hogy én szerintem most az energiák nagyon erősek lesznek. Hát remélem tetszett, írjátok be a kommentbe, Köszönöm nektek, sok szeretettel várlak szintén a következő alkalommal is benneteket. Sziasztok, sziasztok!